Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Gameshow Channel csatornánkon, a Múzeumi Etikatörők című sorozatunk következő 6. epizódjához térünk hozzá. Pici szünet történt a két epizód között, ugyanis hát az első 5 epizód után valahogy nem éreztem annyira a kedvét ennek a játéknak a további játszásához, viszont most már azért úgy érzem, hogy van időm és energiám ahhoz, hogy egy picit játsszuk tovább a játékot, meg úgy is ki akarjuk ezt a játékot végezni. Úgyhogy a lényeg az, hogy ezen keresztül kell. Viszont most itt az elejét még el fogom rontogatni, annak érdekében, hogy kicsit átnézem a dolgokat. Na jó, várj egy kicsit. Ja, az irány. Ó, bocsi. Oké. Kanyarítjuk, meg az meg... Jó, oké, kezdek visszaemlékezni a dolgokra. Akkor így. Szerintem innen. Akkor ő lesz az. Ez lesz az, így van. Jupi! Szép munka. Ja, és itt van még egy. Jó, nem vettem észre. Jó kis műveletek. Ugye logikai játék, most már 3-at kell. Emlékszem, irányra? Nem. Akkor te leszel. Öpszi, nem. Azért nem, mert itt nem, mert ugye itt nem áll meg, hanem egyből ott a tör magának. Aha, értem. Jó, akkor kezdjük előről. Csak kicsit máshova rakja a dolgokat. Egy. Irányban nem jó. Meg óramutató egyező a piros, az ellentétes. Fehér. Akkor szerintem te leszel az. Nem. Akkor te leszel az. Nem. Ez segít. Jó van, ez segít nekem. Igen, most az elejére most kérek egy ilyen fajta segítséget, sorry, srácok. Ez ide biztosabb. Hoppá! A francba. Ezzel van összekötve. Azzal. Akkor azt kell csinálnunk. A másik itt van. Akkor azt kell csinálnunk, hogy
Ez lesz az. Jaj, je. Csak elfogyott a lehetőségeim száma. Újra. Na nézzük. Egy. Ez nem fogott megállni. A másik. Ez baj, nem tudom melyikhez kapcsolódik hozzá, úgyhogy meg kell néznem, de szerintem nem ehhez. Aha. De! Jó így. Akkor innentől kezdve már egyértelmű. Szupi! Két négyzetre vagyunk a szerelemtől. Úha! Na, itt mi a feladatom? Kezdjük megismerkedni a sötétséggel. Te! Miért nem vártál türelmesen? Ennyi. Na nézzük. Ez még nem olyan nehéz. Esik az eső. Az nem esik le, hogy hogyan. Ouch. Egy. Te meg ez leszel. Így van, kettő. Akkor te meg szerintem ez leszel. Hát, francba. Várjál. Azaz, három. Hoppá, nem állt meg. Akkor te, nem. Ennyire egyszerű. Nem áll. Ouch. Kezdjük egy újat. Egy. Ja, összeállt valami ötlet. Ezt most hogy nézem meg még egyszer? Mondjuk, hogy ide.
Ouch. Ez jó! Ouch. Nem. Francba. Egyértelmű ez. Nem látom a logikát. Ez viszont megmutatta, hogy fordítva viszont ez így működik. Szerintem téged nem indítottunk még el. Ja. Sőt, nem indítottuk el, de ezen túl akartam már lenni. Egyből betaláltam. Hihetetlen. Hopp, ez egy hátrafelé. Már értjük. Szuper! Oké, akkor vissza kell fordítani. Egy. Kettő. Az meg. Voltam türelmes megint. Egy. Kettő. És három. Nyipi. És egyikőjük sem érintette a Broadway-t. Na nézzük. Van egy visszafordító. Akkor ez lesz az. Ó, csak másik irányba. Ez nem. Azt hittem, hogy jó lesz. Ez viszont jó. Ez viszont már jó lesz. Ta-da-da-da! Na nézzük! Ta-da-da-da! Na és akkor még ez belefér. Na még bőven belefér.
megfordul. Jobbra. Arra föl. És akkor ide kell jönni. Na, nézzük. Egy. Igen. Kettő. Még ezt megcsináljuk így nyilak segítségével, aztán szerintem meg tudjuk oldani már anélkül is. Ezeket az alagutakat nem annyira szeretem. Még tesztelni is kell, hogy hova mennek. Nem jó, mert ide fog beakadni. Igen. Akkor nézzünk egy alagút tesztet. Aha. Nem. Nem. Ez így. Elkanyarodik. Lesz az egyik. Így van. Ez megvan. És szerintem ő lesz a másik. Visszafordul. Igen. Azaz. Nem tud arra menni, hanem úgy. Azaz. Hú. Oké. És ez kész van. Ez a pálya kész van. Tökéletesen összeillettek egymáshoz a ők. Na és akkor innentől kezdve következik a nehezebb része a játéknak, ha jól sejtem. Aha, változtat. Irányt változtat, ha jól érzékelem. Van ellentétes? Igen. Bingo! És van még egy. Megvagy. Na nézzük azt a... Ouch.
Várja, hogy van? Igen. Piros az ellentétes, a fehér a megegyező. Itt váltunk. Lesz az jó. Akkor... És az a baj, hogy ez azért lesz nehéz visszafelé forgatva játszani, mert ugye itt az lesz a szituációnk, hogy ugye amikor az, akkor kezdhetjük az újra útvonalat építeni. Magyarul lehet, hogy itt most azt kéne megcsinálnunk, mi van, ha nem nyúlok hozzá. De az a baj, hozzá kell nyúlnom. Ez így nem jó nekem. Ez meg abszolút hozzányúl. Úgyhogy egyszer mindenképpen hozzá kell érnem valamelyikhez. És nem ezzel fogok indítani, az is biztos. Most szerintem innentől kezdve viszont jogos lesz, hogyha én most előveszem ezt a nyilas segítséget. Hűha! Na! Nem ez lesz szerintem. Lehet, hogy jó? Ez jó? Ilyet kellett volna. Szerette nagyon ezt Vugi, tehát én nem annyira. Na nézzük. Itt van. Na, változtat. És megint kettő. Ő biztos nem. Itt azt hiszem, hogy az lesz a megoldás, ha kizárásos úton haladunk a dolgok felé. Ez biztos nem. És itt hármat is kell. És látom. De biztos nem leszel jó sehova sem. Most jelen pillanatban te sem. Most te sem. Ez viszont igen. Hoppá, rosszat nyomtam. Igen. Kettő. Ez innentől... Hát csak ez lehet.
Nem. Ez innentől kivitelezhetetlen, tehát itt innentől kezdve figyelni kell a sorrendre. Vagy nem, nem kivitelezhetetlen. Egyet rontani kellett. Fú, meg. Ha jó gondolkodt adsz engem, játék. Igen, az lesz a megoldás, hogyha szépen sorrendben nézzük, hogy mit tudnak csinálni. Kezdjük ezzel. Vált. Vissza. Vált. Vissza. Vált. Vissza. Az lesz a jó. Egyből betaláltam a jóba. Mondjuk ez logikusan is kitalálhattam volna, mert ugye folyamatosan váltja, úgyhogy a fehér színnel ugyanazt az irányt követi folyamatosan. Aj. Nagyon jó. Na, viszont ezt már a következő adásban fejtjük meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!